137 diák kapott szalagot a Premontrai Rendi Szent Norbert Gimnázium szalagavatóján. Útravalót számukra az iskola igazgatója adott. Itt most egy katolikus iskola, egyházi iskola diákjai vannak, tehát egy tanítást kaptak ők már a korábbi években, és ebből a tanításból dióhéjban szeretném nekik elmondani, mi az, ami az életünknek a dinamikáját adja. Az élet dinamikáját a teológiai törvények adják, a hit, a remény és a szeretet. Bár a szalagavató estéje még az önfelett szórakozásé, a végzősök már az előttük álló feladatokra is fókuszálnak. Pár hónap és következik az érettségi, hamarosan pedig az egyetemi főiskolai tanulmányokról is dönteni kell. A szeptemberben induló alap, osztatlan mester és mesterképzésekre, valamint felsőoktatási szakképzésekre február 15-éig lehet jelentkezni az e-felvételi rendszerén keresztül. Az osztályomban 34-en járnak, és túlnyomó részt szeretnének felsőoktatásba bekerülni, úgyhogy mindenképpen fontos számukra az, hogy most milyen eredményeket szereznek, úgyhogy ez az este után azt gondolom, hogy hajrá, és mindenki tanulni kell, hogy nekiálljon. A négy osztály közösen ünnepelt tanáraival, családtagjaival a sportházban. Rendkívül megható. Az ember végig gondolja azt, hogy mennyi munkával, mennyi felelősséggel, örömmel, bánattal jár egy gyermeknek a felnevelése, és végig gondolja, hogy ő az utolsó, akivel egy ilyen eseményen részt veszek. És legközelebb már az unokám jön. A 12-esek egyszerre voltak izgatottak azért, hogy jól sikerül-e a szalagavatós műsoruk, és valamennyire szomorúak is amiatt, hogy hamarosan vége az együtt töltött éveknek. Elrepült ez a 4 év, most azért sokat készültünk erre az egész szalagavatóra, remélem jól fog sikerülni. Mindenkibe világosul az a tudat, hogy igen, el fogunk most ballagni, és nem fogjuk a mindennapjainkat együtt tölteni, és azért valahol rossz érzés, de valahol jó is, hogy ezt igazából együtt vittük véghez ezt az egészet. A szalagtűzést követően minden osztály saját tánckoreográfiát mutatott be. Közös élményeikről a fotóválogatások tanúskodtak, majd látványos műsoraikkal szórakoztatták a vendégeiket.